Csak lazán Bécike István öcsémhez. Nos, mint megy a század Pistikán? Tévét ugye még néztek délután? Meséltek még a hosszú nap után? Vagy nem? Bárcsak se teltek ostobán. Mondjátok, most mi az instrukció? De nálatok csak high, medium, low, és amúgy is, mizus van veletek? Tudom, offline-élni én sem szeretek. Örök rögzítés, vágás létetek, csak hogy YouTube-ból megélhessetek. Szegény atyánk, nincsen még profilja. Nem is akar, azt mondta, kihagyja. Mert ő nem lájkodás semmit tevő. Dolgozik, művel, ez becsülendő. S tintával írta a levelét, míg nem a LAN elvette a kedvét. Ne búsulj, atyám, lesz ez még így se. Az ég azt, mi jó volt, lecserélte. Lehet, hogy gyorsabb, de biztonságos? Adatot lopni egyszerű, már most. Nem kell nekünk a like, sem a hashtag. Ezek alól legyünk felmentettek. Kell percenként posztolni Instára? Nem ettől lesz olyan egy császára. Nyugi, a világháló megtudja, tedd azt, ami az erődből futja. Vedd a hátadra nehéz terheit, és valósítsd meg Isten terveit. Sanyánkat, édesanyánkat, ki nélkül nem lehetnél vagányabb, képeit photoshopold meg bátran, légy jó, én mindig is erre vágytam. Vagy megtudod, mi az a veszteség, a jelszavadat elfelejted még. Remélem, beéred most ennyivel, népszerűbb vagy, de mégis mennyivel? Dímennek se véges eleje, összefut gondolati menete. És tovább folytatnám a verset, de már mit üzelné fel a lelket? E vers után feléled az Instám, az Isten áldjon téged, Pistikám.